Köszönöm a szót, elnök úr! Időről időre újabb országok kerülnek a szégyenpadra a romákkal kapcsolatos bánásmódjuk miatt. Most épp Svédország, ahol a rendőrség listát vezetett az országban élő romákról, köztük gyerekekről is. Hangsúlyoznunk kell újra és újra, hogy az európai roma integrációs stratégia prioritásai csak akkor hozhatnak eredményt, ha egyértelmű a politikai elkötelezettség a diszkrimináció elleni fellépésre. Külön figyelmet érdemel a roma nők kettős diszkriminációja, fokozott kiszolgáltatottsága. A bizottsági kommunikáció világossá teszi, hogy mely területeken történt előrelépés. Azt azonban nem vizsgálja, hogy a fő szakmapolitikai és költségvetési döntések nem ássák-e alá a roma integrációs törekvéseket. Magyarországon például az ambiciózus roma integrációs stratégiával párhuzamosan a kormány leszállította a kötelező iskoláztatási korhatárt, valamint a büntethetőség korhatárát, Európai Uniós forrásokból bővíti a fiatalkorúak büntetésbejrehajtási intézményeit, megszüntette az önálló kisebbségi ombudsman intézményét. Égető szükségünk van arra, hogy minden országról civil monitoring jelentés is szülessen a hivatalos beszámolók mellett, hogy lássuk és elősegítsük az igazi politikai elkötelezettséget, mert valóban a tagállami és helyi szinteken múlik a stratégia sikere. Köszönöm szépen! Igen, szeretném megkérdezni, hogy ön, mint gyakorló politikus, mennyire látja problémának azt, hogy köztudomásúan a roma integrációra szánt pénzek jelentős része korrupt politikusoknak a zsebében köt ki, illetőleg a korrupt politikusokkal összeépült korrupt cigányvezetőknek a zsebében, ahelyett, hogy a cigány úgymond kisemberek zsebébe vándorolna, illetőleg az ő esetleges, a beilleszkedni kívánó cigány emberek tényleges felemelkedésére. Milyen tapasztalatai vannak önnek erről, és hogy lehetne fellépni ez ellen a jelenség, vagyis a korrupció ellen? Az előbb Járóka képviselő asszony, aki nagy tapasztalatú, úgy kalkulált, hogy 10% körüli összeg jut ténylegesen a címzettekhez. Mi az ön kalkulációja vonatkozásban? Köszönöm. Én nem szeretnék kalkulációt mondani ez ügyben. Sokszor elmondtuk azt, hogy nagyon fontos, hogy legyenek adataink pontosan arról, hogy hogyan is céloznak ezek a források, mennyire jutnak el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Egyébként éppen Magyarországon és éppen az előző kormány kezdte el azt a fajta megközelítést, ami egy ilyen territoriális új nézőpontot hozott. Azt mondtuk, hogy ha kiválasztjuk azokat a legkisebb régiókat, ahol koncentrálódik a szegénység mindenféle mutató alapján, akkor jó eséllyel, ahogyha ezekben a régiókban sikerül az Európai Uniós forrásokat elkölteni, jó eséllyel nagy arányban tudunk valóban a legszegényebb helyzetben levő romákon is segíteni. Azt gondolom, hogy többi nem fér bele ebbe a beszélgetésbe. Érdemes ezt a beszélgetést folytatni, hogy hogy lehet elérni, hogy valóban azokat célozzuk meg, akiknek a legnagyobb szüksége van erre.